Irodai vagy otthoni munkavégzés során hajlamosak vagyunk arra, hogy bár számunkra kényelmes, de mégis hosszú távon akár megterhelő ülő pozíciókat vegyünk fel. Feltesszük a lábunkat, keresztbe tesszük a lábunkat, ráfekszünk az asztalra, nem megfelelő a gerinc, nem megfelelő az alsó végtag helyzete, és hosszú távon, ha fenntartjuk ezeket a pozíciókat, térdfájdalom, csípő, derék, hát, illetve a nyakvállő fájdalma adódhat. Ha nincs megfelelően alátámasztva a kar munka közben, egy billentyűzeten, egy egér használatával, akkor hosszú távon érezhetjük azt, hogy könyökben, csuklóban ugyanez a típusú fájdalom jelenik meg. Hogyan küszöbölhetjük ki ezeket a problémákat, hogyan javíthatunk a munkakörnyezetünkön? Lehetőség van arra, hogy különböző segédeszközökkel kiegészítsük a székünket. A dinárpárna alkalmas arra, hogy a medencének az optimális helyzetét beállítja. Ha ráülünk egy ilyen párnára, akkor azt vesszük észre, hogy a medencénk folyamatos mozgásban van, ami a gerinc mély izmait aktiválja és dolgoztatja. Ezáltal az ülés nem egy statikus helyzet lesz, hanem relatíve egy kis dinamikát is tudunk belevinni. Ha megtartjuk ezt a helyzetet, beállítjuk a szék magasságot, beállítjuk a háttámlát, megtartjuk a munkafelülethez való viszonyunkat, akkor folyamatosan azt érezzük, hogy van egy kis mozgás a medencében, csípőben, derékban. Esetleg lehet magasabbra is emelni, egy olyan 90-100 fok közé magát az ülőfelület és a háttámlát, így a medence mozgása dinamikusabb marad. Az ülőpárnát nem csak üléshez használhatjuk, és ezáltal lehet változtatni a testhelyzetet, lehet változtatni a gerinc izmaira ható ingert, a hátunk mögé is betehetjük, ezáltal a kényelmét biztosítjuk az ágyéki szakasznak, ismét nem egy merev testhelyzetet biztosít számunkra, mint mondjuk a széknek a háttámlája, hanem dinamikus mozgást tudunk közben végezni, át tudjuk mozgatni egy picit a derekunkat, hátunkat, és közben a munkavégzés is halad. Abban az esetben, ha nincs lehetőségünk dinárpárnával dolgozni, akkor egy törölköző összetekerésével elérhetjük a hengerpárna hatást, amit rögzíthetünk a saját derekunkon, de rögzíthetünk magán a széken is. Felhelyezve a szék háttámlájára, megkeressük a saját derekunk magasságát, rögzítjük a derék magasságában a hengerpárnát, és tulajdonképpen ugyanazt a hatást érjük el, mintha ülőpárnán dolgoznánk, kevesebb dinamikával, de egy egészséges görbületi rendszerrel, még ha éreznénk is, hogy szeretnénk görnyedni és előre helyezni a fejnyak régiót, maga a párna emlékeztetni fog arra, hogy megtartsuk az optimális helyzetet, miközben a törzsnek a mozgásterét is megtartjuk ülő helyzetben. Néhány praktikus gyakorlat, hogy hogyan szakítsuk meg a statikus ülőpozíciót, hogyan könnyíthetünk a hátunkon, fejnyak régión, felső végtagi problémán. Vegyük fel a korrekt ülőhelyzetet, akár egy dinárpárna segítségét hívhatjuk, és tegyük be a hátunk mögé, relatíve egy dinamikusabb testtartást vegyünk fel. Maradjunk a munkafelületnél, és ilyenkor érdemes egy picit magát a munkaeszközt is távolabb tolni magunktól. A két alkart tegyük párhuzamosan a munkafelületre, az asztalra, állat húzzuk be, fejtetővel nyújtózzunk meg, és egyszerűen szorítsuk a két tenyerünket az asztallapra, érezni fogjuk, hogy a has-hátizmok megfeszülnek, tartsuk meg ezt a szorító érzést, és lazítunk. Állbehúzással, nyújtózással, lapockát zárjuk, beleszorítunk a két kezünkkel az asztallapra,
és lazítunk, még egyszer megnyújtózva, megtartjuk ezt a helyzetet, tartjuk a szorítást, és lazítunk. Nyitjuk egy kicsit a két kart, hogy magát a munkaeszközt ne zavarjuk. Gömbölyítjük a hátat, nyakat, lapockát távolítjuk, picit csúsztatjuk a két kart is előre az asztalon, majd zárjuk a lapockát, lentről fölfelé építjük föl a gerincünket, és innen a két kart rézsutosan fölhozzuk föl mellé, picit vállból is kifelé forgatunk, és az ellenmozgást megcsináljuk. Visszatesszük a kezünket az asztallapra, megint fejjel indítva, gömbölyítjük a hátat, derekat, csúsztatjuk hozzá a kart is, kicsit megnyújtjuk ezt a területet, majd alulról felépítve újra a gerincet, egyenes a hát, fej a törzs folytatása, kiemeljük a két kart, és megnyújtózunk, mellkast kiemeljük, majd visszatesszük a két kezünket a munkaasztalra. Kifordulunk a munkaterületről, átfordulunk a bal karral, és megfogjuk a jobb kartámaszt. Jobb kezünket tarkóra tesszük, a forgó mozgások a törzsben csökkentik a fájdalmat, csökkentik a merevségérzést, próbálunk kifordulni, könyököt hátra húzzuk, lapockát zárjuk, majd innen fordulunk a másik oldalra, megtartjuk a fogást, csúsztatjuk szét a lapockákat ezáltal egymástól. Fordulunk ki jobbra, tartjuk a kapaszkodást a kezünkkel, lent marad a medencénk a széken, és fordulunk balra úgy, hogy fogjuk a széknek a karfáját, és ezáltal távolodnak a lapockák. Megcseréljük a két kar helyzetét. Bal kéztarkón. Ha jobb karral végezzük a mozgást, érdemes mindig a másik oldalt is elvégezni. Kifordulunk, tartjuk a nyújtózást, és fordulunk át jobbra. Ilyenkor csúsztatjuk szét a lapockákat, kicsit megnyújtjuk az izmokat, és fordulunk ki hátra, kiemel a mellkas, zárjuk a lapockát ilyenkor, és fordulunk át jobbra, nyújtjuk a lapocka közti izmokat, és fordulunk vissza középre, leengedjük a két kar törzs mellé. Rátesszük a két kezünket a combunkra, fejjel indítva gömbölyítünk, csúsztatjuk a két kezünket, gömbölyítjük a hátat, derekat, megtartjuk itt a nyújtózást, majd alulról építve fel a gerincet, picit a párnába is belenyomhatjuk a hátunkat, zárjuk a lapockát, megnyújtózunk, hátra lehúzzuk a vállakat, és beleszorítunk a két kezünkkel a combunkba. Csúsztatjuk a kezünket, fejindítja a mozgást, felülről irányítjuk a gömbölyítést, megyünk előre, megnyújtózunk a karral, majd lentről felépítve az egyenes hátat, fejnyak a törzs folytatásában, lapockazárás, ismét rászorítással emlékeztetjük a mélyizmokat, hogy dolgozni is kell. És lazítunk. Visszafordulunk a munkaasztalhoz, picit előrébb csúszunk a széken, az első felére ülünk, két kezünket rátesszük a munkaasztalra, és a jobb lábunkat kitesszük sarokra nyújtva. Ebben a helyzetben, rászorítva a munkalapra, egyenes háttal döntünk a munkafelülethez, miközben az elbehúzást, lapockazárást tartjuk, és jövünk vissza föl középre. Döntünk előre, egyenes a hát, tartjuk, próbáljuk a sarkat tolni az asztal alatt, és végig nyújtva tartani a térdünket, és jövünk vissza középre, megcseréljük a két láb helyzetét. Saroknyújtózás, törzsdöntés, tartjuk a térdet, tartjuk a hátad, derekat, és jövünk vissza föl középre. Még egyszer döntünk, hát egyenes,
megtartjuk a hátat, és jövünk vissza. Középre, talpra tesszük a bal lábat. Maradunk ebben a helyzetben, és kihasználjuk, hogyha gurulószék van otthon, vagy esetleg az irodában. Megtartva a két tenyeret az asztalon, gurulunk hátra, nyújtjuk a térdet, döntjük a törzsünket is előre, sarokkal belenyújtózunk, megtartjuk ezt a helyzetet, majd innen visszagurulunk középre, letesszük a talpunkat. Gurulunk hátra, nyújt a térd, megemeljük a talpat, próbálunk ügyelni itt is, hogy a lapocka zárva legyen, tartjuk szépen a hátad derekat, és jövünk vissza középre. Maradunk ebben a helyzetben, és a bal kézhátat rátesszük a jobb combunkra. Megtartva ezt a pozíciót, csúsztatjuk a kezünket a combunkon, forgatjuk a törzset, és innen rézsutosan emeljük a jobb kart, és mély belégzéssel kiemeljük a mellkast, és kilégzés közben visszatérünk a kiinduló helyzetbe. Emel a jobb kar, kiemel a mellkas, megint belefordulunk törzsel, hogy a hátunk középső részén kialakult fájdalmat, esetleg merevséget csökkentsük, és jövünk vissza középre, és megcseréljük a két kar helyzetét. Csúsztatjuk a combunkon a kart, emeljük a bal kart föl mellé, fordulunk ki törzsel, kiemel a mellkas, mély levegő, és jövünk vissza középre. Mindig kilégzés a vissza út a gyakorlatban. Kiemeljük a mellkast, fordulunk, csúsztatjuk a kéz hátat a combunkon, és jövünk vissza középre, és rátesszük a kezünket az asztalra. Ha esetleg könyök, csukló fájdalommal küzdünk, az egér, illetve a billentyűzet használata miatt, akkor néhány praktikus gyakorlat. Jobb kezünket átfogjuk a bal kezünkkel, egészen az ujjakat, csuklót lefogjuk. Könyök hajlítással indulunk, majd lassan kinyújtjuk a könyökünket, és érezni fogjuk, hogy a könyök külső részéről ezen a területen egy húzó, de nem kellemetlen fájdalom, közben nyújtást tudunk végezni a csukló feszítő izmokon. Majd hajlítjuk, és érdemes dinamikusan néhányszor megismételni. Kinyújtjuk, megtartjuk egy 10-15 másodpercig, és visszahajlítunk. Még egyet nyújtunk, megtartjuk a helyzetet, és vissza hajlítunk. Ugyanezt elvégezzük a csukló hajlítókon is, átfogjuk a tenyerünket, szintén könyök hajlítással indulunk, tenyér fölfelé néz, és miközben visszafeszítjük a kézhátat, nyújtjuk a könyököt, és most a könyök belső részéről indulhat ez a feszítő érzés, ami néhány ismétlést követően jelentősen megszűnik. És nyújtunk, és visszahajlítunk, még egyet nyújtunk, és visszahajlítunk, és leengedjük a két kart. Az izmok mellett még egy fontos képlet van, amire hatást gyakorol az ülő helyzet, ezek az idegek. Néhány ideg mobilizáló gyakorlatot is el tudunk végezni az íróasztal mellett. Forduljunk ki a munkafelületünktől, és a felső végtagnak egy kombinált csavaró mozgásával lehet ezeket az idegeket megcsúsztatni abban a csatornában, amiben esetleg találhatóak és kevés mozgástere van. Nézzük a jobb karral, hogy hogyan lehet ezeket a mozgásokat kivitelezni. Képzeljük el, hogy megfogunk valamit, és a kart egy erős csavarással megforgatjuk kintről befelé, indítva folyamatosan
átcsavarva, hajlítás, nyújtás, kifelé forgatás, befelé forgatás, és nem csak előre, de a tér különböző irányaiba meg tudjuk csinálni ezt az egyszerű gyakorlatot, ami kifejezetten a külső, felső részen haladó idegre hat. A következő gyakorlathoz képzeljük el, hogy pincérek vagyunk, és egy pohár van a kezünkön, ennek a pohárnak nem szabad leesni, miközben a csavaró mozgást megcsináljuk törzs előtt, fej fölött, és visszatérünk oldalra a tálcát tartó pozícióban. Befelé indítjuk, tartjuk a poharat, elvisszük a fejünk fölött, és visszahozzuk oldalra. És befelé, megcsavarva, fejünk fölött hozzuk át. És megcsavarjuk, fej fölött jövünk, és még egyet ismétlünk, és fej fölött hozzuk. Jó, és leengedjük. Ezzel a néhány egyszerű gyakorlattal, nyújtással, lapockazárással, testtartás kontrollal, egy kis idegmobilizációval ki tudjuk védeni azokat a mozgásszervi problémákat, amelyeket a hosszantartó ülés okoz.